Erős vár a mi Istenünk, nagy szeretettel köszöntöm a testvéreket Böjt második vasárnapján, az ünnep igéjével. Isten azonban a maga szeretetét mutatta meg irántunk, mert Krisztus már akkor meghalt értünk, amikor még bűnösök voltunk. És a vasárnap zsoltára, névadó zsoltár is pedig így hangzik: emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Isten tegye áldottá mai Isten tiszteletünket. Az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Ámen. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Hozzád emelem, Uram, lelkemet, Istenem, benned bízom, ne szégyenüljek meg. Utaidat, Uram, ismertesd meg velem, taníts meg ösvényeiden járni engem. Ifjúkorom vétkeit ne idézd fel, bűneimről ne emlékezzél meg. Igazságod és hűséged őrizzen engem, hiszen benned reménykedem. Dicsőség az Atyának és a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mindörökkön örökké. Amen. Emlékezz meg, Uram, irgalmadról és kegyelmedről, mert azok öröktől fogva vannak. Imádkozzunk! Mindenható örök Isten,
aki oltalmunk vagy minden veszedelemben, amely testünket és lelkünket fenyegeti. Ne vess meg minket erőtlenségünkért, hanem siess segítségünkre, és szabadíts ki gonosz indulataink rabságából az Úr Jézus Krisztus által, aki veled és a Szentlélekkel Isten él és uralkodik mind örökkön örökké. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét Böjt második vasárnapján, a kijelölt levélbeli szakaszt, Pál apostolnak a tesszalonikai beliekhez írott leveléből, a 4. fejezetben az 1-től a 8. versig terjedő szakaszt a következőképpen. Egyébként pedig, testvéreim, kérünk titeket, és intünk az Úr Jézus Krisztus nevében, hogy amint tőlünk tanultátok, hogyan kell Istennek tetsző módon élnetek, és amint éltek is, ebben jussatok még előbbre. Hiszen tudjátok, milyen rendelkezéseket adtunk nektek az Úr Jézus nevében. Az az Isten akarata, hogy megszentelődjetek, hogy tartózkodjatok a paráznaságtól, hogy mindenki szentségben és tisztaságban tudjon élni feleségével, nem a kívánság szenvedélyével, mint a pogányok, akik nem ismerik az Istent, és hogy senki túlkapásra ne betemedjék, és ne csalja meg testvérét semmiféle ügyben. Mert bosszút áll az Úr mindezekért, ahogyan már előbb megmondtuk nektek, és bizonságot is tettünk róla. Mert nem tisztátalanságra hívott el minket az Isten, hanem megszentelődésre. Aki tehát ezt megveti, az nem embert vet meg, hanem az Istent, aki szent lelkét is rátok árasztja. Urunk, szentelj meg minket igéddel, a te igéd igazság. Amen. Thank you.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, az ige hirdetés alapigéjét Böjt második vasárnapján. Megírva találjuk ezt a Máté írása szerinti evangéliumban, a 20. fejezet 20. versétől a 28-ig a következőképpen. Akkor odament hozzá Zebedeus fiainak anyja a fiaival együtt, leborult előtte és kérni akart tőle valamit. Jézus megkérdezte tőle, mit kívánsz? Ő így felelt, mondd, hogy melletted üljön az én két fiam a te országodban, az egyik jobb kezed, a másik bal kezed felől. Jézus így válaszolt, nem tudjátok, mit kértek. Kiíhatjátok-e azt a poharat, amelyet én fogok kiinni? Ők így feleltek, kiíhatjuk. Erre ő ezt mondta nekik, az én poharamat kiisszátok ugyan, de hogy ki üljön jobb és bal kezem felől, azt nem az én dolgom megadni. Azoké lesz, akiknek az én atyám elkészítette. Amikor ezt meghallotta a többi tíz, megharagudott a két testvérre. De Jézus magához hívta őket, és ezt mondta, tudjátok, hogy a népek felett zsarnokoskodnak fejedelmeik, és vezetőik hatalmaskodnak rajtuk. De közöttetek ne így legyen, hanem aki naggyá akar lenni közöttetek, az legyen a szolgátok, és aki közöttetek első akar lenni, az legyen a rabszolgátok. Mert az emberfia sem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem hogy ő szolgáljon, és életét adja váltságul sokakért. Ez a mai nap evangéliuma. Áldunk téged, Krisztus! Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim az Úr Jézus Krisztusban! A mögöttünk lévő naptári évben, valamikor az adventi idő kezdetén egy betlehemes játékot kezdtem betanítani egy nagy gyermekcsoportnak. Megvoltak a klasszikus szerepek, de mivel sokan voltak, szükség volt egy mellékszálra is, így lett egy család, ahol a karácsony esti készülődésben az apa Jézus születésének történetét olvassa fel, s valójában ez válik aztán betlehemes játékká, jelenik meg a színpadon, párhuzamosan az izgatottan készülődő családdal. Az első találkozást a gyerekekkel a szereposztásnak és az olvasó próbának szenteltem. Igen ám, de a felolvasásra szinte nem is jutott aznap idő, annyira nehéz dolgom lett a szerepek kiosztásával. Ugyanis mindenki Mária akart lenni, esetleg József, de leginkább Heródes, vagy főpap, vagy angyal, közülük is legfőképpen Gábriel. A napkeleti bölcsekre is volt legalább 5 jelentkező, pedig ők legfeljebb 3-an szoktak megjelenni a betlehemesekben, még ha nem is tudjuk pontosan, valójában hányan lehettek. Viszont senki nem akarta gyermekek szerepébe bújni a családban, senki nem akart József egyszerű édesanyja lenni, de leginkább nem vállalta senki a fogadós meg a fogadósné szerepét, hát még Heródes szolgáját. És hiába volt nekem felírva, hogy ki az, aki kevés szöveges szerepet szeretne vállalni, ez nem jelentette azt, hogy valami egyszerű, szolgai szerepet hajlandó lenne magára venni. Legyen glóriája, legyen koronája, üljön a trónon, vagy legalább a családfői székben, vagy legyen az örömhírt elsőként megkapó pásztorok egyike. Na de szolga, az nem. Ismerős, a 10-11 éves gyermekek harcán keresztül magunkra ismerünk? Nem szolgálni szeretnénk, hanem valamiféle hatalmat a kezünkbe. Legyen szavunk, legyen tekintélyünk,
vegyenek észre, becsüljenek meg. Pályakezdő, 20 éves fiataloktól hallottam már nem egyszer, hogy na, akármilyen állás lehetőséget nem fog ám ő elfogadni. Ő nem ezért tanult ennyit. Bizony megfigyelhető egy ilyen tendencia, és tisztelet a kivételnek, hogy az egyetemekről kikerülve a fiatal generáció nem akar beállni a sorba. Nem hajlandó végigjárni azt az utat, amelyet mi vagy a nálunk idősebbek végigjártak. Nekik azonnal jár a jó pozíció, a magas fizetés, a lakás vagy az autó. Pedig azt gondolom, hogy ennek régen is volt, és ma is lenne jó esetben egy íve, egy sorrendje, és nem azonnal a főnöki karosszékbe kell vágyakozni. De nem csak a gyerekek, és nem csak a fiatalok, hanem mi magunk is jobban szeretjük a glóriás, koronás, bőrkarosszékes pozíciókat, azaz nem szeretünk alul maradni, nem kedveljük, ha valaki megmondja nekünk, és nem komfortos, ha mindig csak parancsot teljesítünk, mint a kis katona. Szóval akkor mi így vagyunk összerakva? Nem tudunk ebből a szerepből kibújni? Nem tudunk letérdelni és megmosni a másik lábát, mint ahogy Jézus tette a halála előtti estén? Vagy ha igen, akkor sem erre vágyunk feltétlenül? Valójában igen. Erről szól a Zebedeus fiak anyjának kérdése is, mely egyenesen kérés, már-már szemtelen, tolakodó kérés. Jézus nem ígéri a kérésnek a teljesítését. Pedig biztosan megtehetné, ha ő is így gondolná. Eszembe jut a jerikói vak meggyógyításának története, mely néhány héttel ezelőtt volt előttünk az egyik böjtelői vasárnapon. A vak földi dolgot kért, hogy lásson. És Jézus megadta a számára ezt, visszakapta szeme világát. Vajon nem jobbra, nemesebbre vágynak a Zebedeus fiak? Nem fenköltebb ez a vágy, melyet anyjuk mond ki, fogalmaz meg Jézus felé? Jézus mellett vágynak ülni az ő országában. Valójában de fenköltebb. Mégis ott van benne a versengés, az előbbre jutni vágyás érzése is, amiről az elején beszéltem. Nemes és fenkölt vágy, de az emberi feljebb vágyás tükröződik benne, ugyanúgy, mint amikor mi vágyakozunk magasabb, a megmondó pozíció után. És bizony, be kell látni, vagy el kell jutni oda, hogy mi nem tudunk jó szolgák lenni. Ez az ige sem arról szól, hogy nekünk kell mégis és mindenáron szolgává lenni, szolgájává lenni valakinek, mert nem tudunk jó szolgák lenni. A szolga egyedül Jézus. A jó szolga egyedül az Isten fia. Sőt, az ő példája nem is követhető. Hiába is akarna bárki mellé ülni a trónon, vagy hiába is kerülne oda. Egyedül Jézus a király, de olyan király, akinek van glóriája, koronája, trónja, és mégis az egyedüli, tökéletes szolga. Ez az ige nem rólunk szól, vagy nem a Zebedeus fiakról, hanem Jézusról. És valójában a böjt sem rólunk szól. Mindig úgy szoktunk tekinteni a böjti időszakra, hogy na akkor majd most én másképp fogok valamit tenni, másképp viselkedem, megtisztulok, én nem eszem ezt vagy azt, és majd a végére talán jobb ember leszek.
a böjt sem rólunk szól, hanem Jézusról, aki királyi zászlóként elől jár, és mi óvatosan csak a nyomdokaiba léphetünk. Ebben az időszakban is Jézus van előttünk, az, hogy ő mit tett értünk, mit tett értem. Készült az útra, készült a szolgálatra, és készült a végső küzdelemre, amellyel megmutatta, valóban szolga ő. És még egy fontos dolog. Valóban szolga ő, de nem a miénk. Akkor sem, amikor a lábunkat mossa meg a tanítványok lábmosásában, és akkor sem, amikor segít, gyógyít vagy feltámaszt. Az Úr szolgája ő, az Úr szenvedő szolgája. Oda lehet menni hozzá, sőt, kell is. Oda lehet borulni a lábai elé, de nem olyan kérésekkel, mint Salomé, a fiai jövőjéért, üdvéért aggódó anya, hanem imádattal. Nem a mi nagyra vágyó elképzeléseinkkel, vagy magasra törő vágyainkkal, hanem egyedül imádattal és hódolattal. Szolga ő, de nem a mi szolgánk. Példát adott nekünk a szolgai viselkedésből, tökéletes, de tudjuk, hogy szinte követhetetlen példát. Naponkénti küzdelem, hogy ne önön vágyainknak, hanem másoknak szolgáljunk, hogy másokkal tegyünk jót, és alázatosak maradjunk. S mert szinte követhetetlen, akarunk mi inkább koronát és glóriát viselni, mint a szolgai köpenyt. Amikor most a bőti időben oda megyünk hozzá, értsük meg, egyedül ő a tökéletes, a másokért élésben, a szolgálatban, az áldozathozatalban. Ő, aki a mi királyunk, szolga királyunk, aki életét adja váltságul sokakért, értem is. Ennek megélése, ennek megtapasztalása és a hála, a szeretet, mely ebből fakadóan ébred a szívünkben, vigyen másokhoz közelebb, tegyen együtt érzővé, irgalmassá és béketeremtővé. Amen. Imádkozzunk. Istenem, aki szeretet vagy, tisztíts meg engem Jézus vérével minden tisztátalanságtól, mely tőled elválaszt. És költözzél szívembe, hódíts el magamtól, és szabadíts meg mindentől, ami alkalmatlanná tesz a szolgálatra, hogy hitben, szeretetben és türelemben mindig neked hódoljak, és örökké a tiéd legyek, Jézus Krisztus, a te fiad, a mi Urunk által. Amen. Szeretettel hívom fel a gyülekezet figyelmét honlapunkra, ahol
gyülekezeti programjainkról és az istentiszteleti rendről is tájékozódhatnak. Vasárnaponként jelenleg is 10 órakor és 11:42-kor tartunk istentiszteleteket itt a templomban. Mindazok számára, akik ezeken az alkalmakon nem tudnak részt venni, a továbbiakban is készítünk felvételeket a Hegyvidék TV jóvoltából. Köszönjük ezúton is segítségüket. Imádkozzunk! Urunk, emlékezzél meg irgalmadról, és Jézus Krisztusért hallgass meg minket, amikor hozzád kiáltunk. Mennyei Atyánk, taníts minket arra, hogy mindig rád figyeljünk, a Te útmutatásaidat kövessük, és minden körülmények között, az öröm és a szomorúság perceiben is hozzád forduljunk. És mint Jézus tanítványaihoz illik, gondviselő szeretetedben reménykedjünk. Mennyei Atyánk, segíts, hogy egyszülött fiad szenvedéséből mi is engedelmességet tanuljunk, és szelídek maradjunk, ha igaztalanul vádol bennünket a világ, amiért hozzád ragaszkodunk, és evangéliumod mértékéhez szabjuk beszédünket, cselekedeteinket, értékrendünket és egész életünket. Mennyei Atyánk, szüntelenül töltsd be életünket szereteted bizonyosságával, hogy sem betegség, sem nélkülözés, sem testi-lelki szenvedés, sem a halál félelme ne oldhassa ki szívünkben az Isten gyermekség örömét, mely a világ számára is érthető jele annak, hogy jó hozzád tartozni. Mennyei Atyánk, viselj gondot háborúskodással, veszéllyel, nemzeti, vallási ellentétekkel terhelt világunkra. Áld meg hazánkat, vezetőinket, adj nekik bölcsességet, hogy mindnyájunk javára éljenek hatalmukkal. Áraszt kegyelmedet a munkában állókra, azokra, akik szeretnének dolgozni, de nincs rá lehetőségük. Áldj meg minden szellemi tevékenységet, hogy igaz értékeket közvetítsen. Urunk Istenünk, emlékezzél meg irgalmadról és kegyelmedről. Hallgass meg, ments meg, és üdvözíts minket Jézus Krisztusért, akinek a nevében együtt így imádkozunk. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a Te neved, jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Végezetül fogadjátok Isten áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő arcát te rajtad és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon neked békességet. Amen.